Munkaidőben is nagy a forgalom, ezen együtt pedig a terhelés a Tiszavasvári úti felüljárón a Szabolcsi megye székhelyen. A közlekedőknek ugyanakkor lassítaniuk kell, mielőtt áthaladnak rajta. Hosszú idő óta 30 km/h sebességkorlátozás van ugyanis érvényben. Nem is csoda, a rozsdás korlátokat több helyen repedezett aszfalt, és a tartó szerkezet hibái is szembetűnőek. A több mint 40 éves 1977-ben átadott felüljáró korszerűsítése már régóta terítéken van a városban. Az elmúlt hónapokban is többször előkerült a téma. A közelmúltban ezért egy vizsgálat készült, amely megállapította, hogy a szerkezet teljes felújításra szorul, emellett az összes tartó pillér kicserélésére, valamint a hídszerkezet és a felület renoválására is szükség van. 19-ben már elkészültek az engedélyes tervek, 20 elején megvoltak a végleges kiviteli tervek hatósági számmal, és nekünk az volt az érdekünk, de ezt láthatják is, hiszen polgármester úr is és jó magam is ebben a térségben, hogy a tiszavasvári járásból mintegy 30 ezer ember ezen a felüljárón keresztül jut át Tiszalökről, Tiszavasváriból a városba, vagy ezen a felüljáron jut be a városba. Itt van az ipari park, itt van a Lego, ez egy nagyon fontos, a forgalmat növelő tényező. A kormány múlt héten döntött a felújítás 100%-os támogatásáról, a város így 1,5 milliárd forintot kap a beruházás megvalósítására. Noha munkálatok okozhatnak bosszúságot a közlekedőknek, a végeredménnyel nem csak az autósok, hanem a biciklisek is elégedettek lehetnek majd. A tervezésnél azt kértük, hogy ha városból megyünk kifelé, a jobb oldali sáv 2,5 méterre szélesebb legyen, hogy egy kerékpár út biztosítására is sor kerülhessen, hiszen a felüljáróig és a felüljárótól is van egészen a Legóig kerékpárút. Így készültek el a tervek, bonyolította a helyzetet a vasútvonal szigetelési feladatai. Mint a szerdai bejelentésen elhangzott, tavasszal kezdődhet el a Tiszavasvári úti felüljáró teljes körű rekonstrukciója, jövő év végére pedig be is fejeződhetnek a munkálatok.